Köszöntöm nézőinket! Mai gazdatúránkban a mezőgazdaságban használt legújabb erőgépeket ismerhetik meg, valamint hasznos tanácsokat kaphatnak a talaj megmunkálás terén. Tartsanak velünk! Komoly szakmai rendezvényen ismerkedhettek a Maros megyei gazdák a mezőgazdaságban használt legújabb erőgépekkel, és hasznos tanácsokat kaptak a talaj megmunkálás terén is Abosfalván. Az RMG-vel megbeszélt közös találkozón az volt az ötlet, hogy a mostan szükséges és aktuális munkálatokról beszéljünk, és pedig az altalalazítás, a tarlóhántás. A tarlóhántást többféle géppel bemutattuk, grubberekkel, ezt is, ezekből is vontatottat és függesztettet, és ugyanakkor bemutattunk még egy könnyű grubbert, amit kombinátornak is nevezünk, és ezt tavasszal is nagyon jól tudják használni a farmerek magány előkészítésére tavasszal, őszi szántásba, és most ilyenkor aratás után tarlóhántásra. Tehát ezek szerintem profi gépek, olyan márkák, olyan gyártóktól vannak, amelyek egy életen keresztül apáról fiúra ezeket a gépeket gyártották, és mondhatom azt, hogy nagyon az legegyszerűbb gépektől, tehát a ló által húzott ekétől kezdték, és jutottak el ezekhez az ekikhez, ezekhez a gépekhez, amit mostan forgalmaznak. Mind a Lenke, mind az Amazon, mind a Kökerlink. Hogyha megnézzük a történetüket, akkor ezek a dolgok nagyon jól látszanak. Egy hatalmas tapasztalattal rendelkeznek, nagyon jó minőséget csinálnak, mind anyagösszetételbe, mind festék, mind kivitelezés, és így tudják biztosítani ezt a jó minőséget mindenféle szempontból. Az egyik nagyon fontos dolog az volt, hogy lévén, hogy ilyen asszályos, ilyen száraz időket élünk, a víznek a megtartása a földbe, a talajban nagyon fontos, és erre próbáltuk felhívni a farmerek figyelmét, hogy erre vigyázzanak, és azt a vízmennyiséget, amit kapunk a természettől, azt tudjuk megtartani, és amennyiben lehet, kiiktassuk azokat a munkálatokat, amik megfordítják a talajt, és ezáltal a talajt kiszárítjuk. Na most vannak olyan, persze olyan kultúrák, és vannak olyan technológiák, amiknél nem lehet a szántást kiiktatni, de amennyiben lehet, ezt ki kell iktatni. Azt is tudjuk, hogy a régi rendszerben az altalalazítást nem használták, és ezért emiatt kialakult az eketalp, ami nem engedte meg a talajnak a szellőzését, a víznek az áramlatát fentről le, és ezt próbáljuk most visszahozni, mert ezek a gépek, az altalajzalazítók, ezek a gépek képesek erre a követelményre. 11 gépet mutattunk be, ezekből 10-et effektív a munka közben, és egyet nem mutattuk be munka közben, azt csak elméletileg mutattuk be, mert ebbe a parcellába, a bemutatós parcellába kukorica, tehát tavaszi növény lesz vetve, és ez egy szalmás vetőgép, de bemutattuk, hogy a farmerek tudják, hogy a mi csomagunkban ilyen gép is létezik, és ezt is ki tudják választani. Én is farmer vagyok, és ez látszik gyakorlatilag a termésen, és nem csak termést sporolunk ezekkel a munkálatokkal és ezekkel a gépekkel, hanem időt és gázolajat például, ami ugyancsak oda vezet, hogy a gazdának több pénze marad más befektetésre. Tehát egy, hogy időt nyer, a másik pedig több pénze marad, tehát gazdaságosabban tudja működtetni a vállalkozását, a farmját. Örvendek, hogy a Romániai Magyar Gazdák Egyesületével megjött ez az összeműködés, az együttműködés, és ezután is együtt fogunk működni az általuk szervezett bemutatókon, és olyan helyen, ahova például nem tudunk eljutni ennyi géppel, ottan fel fogjuk használni azokat a gépeket, amit már effektív a farmereknek kivittünk, odaadtunk. A tavaly is volt erre példa, hogy olyan helyen tartottak bemutatót, ahol felhasználtuk azokat a gépeket, amelyeket egy farmernek adtunk,
és be tudtuk mutatni ezeket az új technológiákat. Raiffeisen az egy német vállalkozás, a német, 4000 német farmernek a vállalkozása, és Németországból általában német gyártóktól, de amint látták például a Maschio Gaspardo, az olasz gyártmány, a Güttler az is német, Magyarországon is van gyárjuk, összeszerelt gyárjuk, egy nagyon modern gyár. Általában német gépek, és ahogy mondtam, nagy tapasztalat rendelkeznek. A 3 éve elindított Szülőföldön okosan nevű oktatási program keretében szervezte a rendezvényt a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete és szakmai partnere, egy osztrák cég romániai képviselete, amely szakmai bemutatókkal, különböző technológiák ismertetésével, népszerűsítésével és a gépek forgalmazásával segíti a gazdákat. Az oktatási programban az RMG-e olyan gépi lehetőségekre is figyel, amelyek figyelembe veszik a következő időszakban a gazdaságossági, éghajlati és ökológiai szempontokat is. A következő 7 éves Európai Uniós költségvetési terv is ezeket a szempontokat emeli ki. Két olyan terv is létezik, mint a zöld egyezmény és a termelőtől a fogyasztóig, amely a következőkben kiemelt támogatást fog kapni. Ha a gazdáink figyelni tudnak a termelésre, tárolásra, feldolgozásra, értékesítésre, nyertesei lehetnek a következő éveknek, mert nálunk olyan értékes a környezet, és a termékekben olyan belső érték létezik, amely az EU legtöbb tagállamában már nem található meg, fejtette ki az RMG Maros elnöke Fazakas Miklós. Gyakorlatilag ugye folytatjuk a Szülőföldön okosan programsorozatunkat. Itt olyan eszközöket próbálunk, olyan technológiákat próbálunk bemutatni, ami a jövőről szól. Itt gondolunk a gazdaságosságra, gondolunk a klimatikus körülményekre és tényezőkre, és nem utolsó sorban az ökológiai tényezőkre. Ettől arrafele különben ez hangsúlyosan majd szerepelni fog a mi bemutatóinkon és a mi hozzáállásunkon, hogy így fejezem ki magam. Nem utolsó sorban természetesen az elkövetkező 7 éves időszak is külön figyelmet fordít arra, hogy csökkentsük a növényvédőszereket, csökkentsük a tápanyag utánpótlás, főleg a műtrágya formába, és használjunk olyan technológiákat, ami a talaj életet és a mi életünket is ugye egészségesebbé és jobbá teheti. Itt szeretném ugye akkor megjegyezni, hogy meggyőződésünk, hogy a Székelyföld erre 100%-ban alkalmas, olyan örökséget birtoklunk, hogy így mondjam, és olyan körülményeket, ami szinte példanélküli pillanatilag az Unión belül, és ezt meg lehet ilyen technológiákkal úgy közelíteni és kihasználni, ami a gazdáknak egy komoly jövedelmet hozhat az elkövetkező időszakban. Vannak olyan gépek, amik ugye a tavaszi munkálatokra, vagy ugye mind a mély talajlazítás, ami az egyik nagyon kiemelt technológiánk itt a bemutatásban is. Gyakorlatilag ugye úgy a száraz időszakra, mind a nedves időszakra nyújt olyan viszonylag olcsó megoldást, ami szükséges az elkövetkezőkben. Gyakorlatilag Temesvártól Szucsáváig vannak gépek idehozva, hogy így fejezzem ki magam. Itt vannak nagyon nagy nyugati cégeknek, és itt ugye arra mi nagyon odafigyeltünk, hogy megfelelő minőségű és megfelelő technológiával rendelkező gépek legyenek, ne pedig az olcsó, akár mindent, onnan nem akarok ugye példákat mondani, ami eleve már még a működtetése is egy sokkal gazdaságtalanabb, sokkal többe kerül. Ugye itt gondolok elsősorban az üzemanyagfogyasztásra. A gépeknek a tulajdonosai, és aki itt gyakorlatilag közösen ezt a bemutatót meg tudtuk szervezni, az EG Raiffeisen Technik Szerelé és Raiffeisen Technik romániai képviselete. Ugye egy Szőkefalván van a képviselet, és hát velük egy együttműködési szerződés, egy együttműködés keretén belül szeretnénk gyakorlatilag egy évente több olyan bemutatót, amit így csoportosítunk bizonyos talajművelő vagy agrotechnikák mögé. Az Abosfalván szervezett rendezvény a kalászos gabonafélék őszi vetéséhez szükséges magágy előkészítési technológiákról szólt, és az ehhez szükséges korszerű gépi eszközöket mutatta be a gazdáknak. A
A bemutatón egy kis kísérleti parcellát is beállítottak, egy 12 méteres sávon mély talajlazítást végeztek, egy ugyanekkora sávon nem, és azt fogják a jövő évben megvizsgálni, hogy van-e lényeges termelés különbség a kettő között. Az őszi talaj előkészítésben használt gépsort is bemutatták, a tarlóhántás és a szántás eszközeit, valamint forgóboronát, hengert, társásvetőgépet, műtrágyaszórót és GPS vezéreltet traktort. Nagyon komoly technológiát vonultattak fel a szervezők, szinte maratoni volt a rendezvény, ahol a gazdaszervezet a szakmai bemutatót tartotta. A partner a legmodernebb gépeket, érintőképernyős vezérlésű traktorokat hozta el. A gazdákat az RMG részéről Fazakas Miklós, a partner szervezet részéről Nikó Baráskó köszöntette. Jelen volt Kozma Mónika, a Proekonomika Alapítvány igazgatója is, hiszen a Raiffeisen Technik az egyik legmegbízhatóbb gépforgalmazónak bizonyult az erdélyi gazdaságfejlesztési programban. Nagyon jól esik az ilyen jellegű meghívás is, hogy találkozhatom azokkal a gazdákkal, akik potenciálisan akár mi segítségünkkel, a Proekonomika Alapítvány segítségével tudtak egyet lépni előre a mezőgazdasági tevékenységük fejlesztésében, és természetesen a házi gazdáknak is köszönöm szépen, és hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy egy olyan beszállítónak a bemutatójára hívtak meg, és jöttem jó szívvel, akik a programjaink során, hiszen már többször voltunk partnerek, mindig teljesítették az ígéreteiket, és időben próbálták leszállítani a gépeket, ami számomra, mint az alapítvány vezetőjének nagyon fontos, hiszen pontosan tudják, hogy az alapítványnak az a célja, hogy ezt a gazdaságfejlesztési programot, ezt gyakorlatilag úgy tudjuk lebonyolítani, hogy példát mutassunk egyben, hogy lehet gyorsan és hatékonyan olyan fejlesztési programokat megvalósítani, amire eddig mások esetleg nem fordítottak kellő hangsúlyt, és azt hiszem, hogy szégyen nélkül mondhatom azt, hogy amióta létezik a Proekonomika Alapítvány 2017 óta, azóta sokkal nagyobb hangsúlyt fektet mindenki a mezőgazdaságra, tehát ha lehet ezt így mondani, akkor divatossá tettük a mezőgazdaságot az elmúlt években a megyéinkben, Erdély szerte, és bizonyos újságírói kritikák által azt mondom most már, hogy nemzeti szinten teljes Romániában. Úgyhogy én mindenkinek kívánok egy kellemes napot, és a továbbiakhoz sok erőt és jó munkát, és azt javaslom, hogy figyeljék továbbra is az alapítvány honlapját, a tevékenységünket, mert lehet, hogy most a közeljövőben éppen újra hasonló program, mint amire adott esetben akár pályáztak is, nem lesz, de sokkal érdekesebb és jobb, és egyéb segítségekre még mindenféle terveink vannak, vagy ezeknek a kidolgozására, úgyhogy továbbra is szeretnénk egy nagyon hasznos partnere maradni a mezőgazdasággal foglalkozóknak, és nem csak, hanem úgy általában az erdélyi vállalkozóknak. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel olyan nagy gép- és technológiaforgalmazó szakcégek képviselői is, mint a Güttler, az Amazon és a Kükerling, a hazai Davkokém. És Szucsánától Temesvárig jeles szakemberek utaztak a Kisküküllő vidékére bemutatni gépeiket. Na hát akkor beszéljünk arról, hogy miért fontos a tápanyag utánpótlás, és elsősorban arról, hogy mikor. Itt két szempontból szeretném ezt megközelíteni. Az egyik ugye, amikor tarlóra szórunk, tarlóhántás előtt ammóniumnitrátot azért, hogy megelőzzük az úgynevezett pentozán hatást. Ez azt jelenti, hogy ha nem adunk legalább 100 kg bruttó műtrágyáról beszélünk, ammóniumnitrátot, akkor gyakorlatilag a talajban lakó azotó bakterek és más olyan élőlények, amik a szármaradványnak a lebontásába szerepet játszanak, és gyakorlatilag a tápanyag feltárásába, akkor ahelyett, hogy megkötne plusz 200-300 kg-nyi ammóniumnitrátot, a talajból elvesz. Szóval nagyon fontos. Ez egy olyan hiba itt a mi gyakorlatunkban,
amit hát vagy nem tudunk, vagy nem akarunk csinálni, mert hogy hát ugye az is egy elvégzendő munka, de azt meg kell érteni, hogyha gazdaságosságról beszélünk, akkor gyakorlatilag ez a háromszorosát hozza minimum. Ez a tallóhántás esetében. Itt igazából jövőben egy kukorica parcella lesz, így az összes olyan agrotechnikai műveletet, amit végzünk, az gyakorlatilag úgy végezzük, hogy jövőre készítünk egy szántást, vagy későbbiekben magágyat. Mivel tavaszi kultúráról beszélünk, ez azt jelenti, hogy a tápanyag utánpótlást, a komplex műtrágyát őszön adjuk szántás előtt. Mindannyian nagyon elégedettek voltak a népes érdeklődés iránt, hiszen több mint 100 gazda jelent meg a megye egész területéről, egyesek már ismerik, másoknak van némi tapasztalata, vagy éppen most ismerkednek meg ezzel a modern technológiával. Ám nem a résztvevők száma volt a lényeg, hanem az, hogy olyan gazdákat hívjanak meg, akik az itt tapasztaltakat hasznosítani tudják és akarják saját gazdaságukban, mondta el Fazakas Miklós. Szeretném, hogy mindenki megértse, hogy ez igazából a legfontosabb. Szóval a mi szemléletváltásunk vagy mentalitásváltásunk ebbe kell elsősorban megváltozzon, hogy a földre, ahogy mondjuk, vagy a talajra szaknyelven úgy tekintsünk, mint a legfontosabb termelő eszközünkre. Minimális beavatkozással hatalmas nyereséget tudunk elérni, hogyha megfelelő időben, megfelelő agrotechnikával, megfelelő tápanyag utánpótlással, és itt ugye szó van arról is, hogyha természetesen ahol lehet, akkor nem elégetjük a tarlót, hanem beszántjuk, hogy adjunk életteret azoknak a baktériumoknak, azoknak a gombáknak, azoknak az élőlényeknek, ami a talajban van. Nem véletlenül hangsúlyozom ezt, mert azt látom, hogy a legnagyobb probléma itt nálunk Romániában is ez. Hát itt ugye csak két mondatba. Az egyik az, hogy például tőlünk nyugatra nem létezik olyan ország, ahol ne dupla kereket használnának talajelőkészítéskor vagy vetéskor. Ez nálunk igazából még nem létezik. Ez is azt a célt szolgálja. Az éghajlati kihívásoknak úgy tudunk eleget tenni, ha a talajban levő vizet megőrizzük, vagy a téli csapadékot elég mélyen tudjuk a talajban raktározni ahhoz, hogy elegendő legyen a növények száma. Ebben bizonyul csodaeszköznek a mély talajlazító, a modern technológia pedig biztosítja, hogy kevés üzemanyagfogyasztással sokkal hatékonyabban dolgozzanak a gazdák. A szakma felelőssége, hogy ezeket a technológiákat időben bemutassa a gazdáknak, azok pedig megismerjék, kipróbálják ezeket az eszközöket vásárlás előtt. Igen fontos, hogy ezek a modern gépek nem sokkal drágábbak, mint a ma már használt, kevésbé gazdaságos eszközök. Márpedig a gazdaságosságra való törekvéskor számolni kell a munkaerő hiánnyal és a munkaerő költségével. Ezt figyelembe kell venniük a gazdáknak egy beruházás, technológiaváltás, fejlesztés során, fejtette ki az RMG Maros vezetője. Együttműködési szerződés alapján vagyunk itt a ZG Raiffeisen bemutatóján. Találtunk egy olyan partnert, amelyiknek megvan az a technológiája, amire úgy gondolom, hogy úgy a jelenbe, mint az elkövetkezőkbe is, ahhoz, hogy fel tudjunk zárkozni egy modern és jövedelmező mezőgazdasághoz, erre van szükség. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm figyelmüket, jövő héten találkozunk, addig is szép hetet, viszontlátásra!